Wertham harcosa. Ennél a fejezetnél tartottunk. Túlzottan sokáig nem jutottunk első fejezet, most a másik jön. Wertham harcosa. Új bejegyzés hozzáadva, olvas ezt, és nyom meg az escape gombot. Hú, haladunk legalább ezeknek a felvételével is. Ma reggel találkoztam Quantoco sámánnal, egy férfi volt, akit repülő sólyomnak hívtak. Azért találkoztunk, hogy megvitassuk eme földnek a cseréjét. De beszélgetésünk más irányba tartott, azt mondta, ez a terület bővelkedik spirituális erőben, hogy a fátyol ezen és következő élet között itt vékonyabb, mint másút. Beszéltünk Martáról, segíthet nekem újra látni őt. Hittem neki, ő pedig felajánlotta a béke pipáját. Nem voltam benne biztos, de a férfi szerint ez segít nekem felszabadulni. Szívtam abból a különös füstből, amit adott nekem, és azt mondta, ha újra látni akarom, el kell engednem, hogy a lelkem tiszta legyen. Egy ideig meditáltunk, az elmém végig sebesen száguldott, egy paranoia roham fogott el, és rájöttem, mi a gyógyító célja. Azt akarja, hogy feladjam a jövő iránti reményemet, hogy barbár életet éljek. Tudtam, hogy próbál megmérgezni a gondolataimat, és fogadni mertem volna, hogy a füst az aljas szendék. Füst is aljas szendékú. Nem tűrtem az ilyen arcátlanságot, felálltam a helyemről, és kihívtam a szellemidézőt, hogy harcoljon velem, de nem mozdult. A nyaka köré tekertem a kezem, de még most sem mozdult. Addig szorítottam, még nem éreztem az életet lassan elhagyni a testét. Ő pedig lerogyott. Engedtem a fogáson, az ujjaimat lehámoztam bőréről, amikor földre esett. Kiléptem a indián sátorba, és parancsot adtam az emberimnek, hogy tisztítsák meg a földet ezektől az aljas barbároktól, ahogy Isten parancsolta nekem. Derby akkor követte el első gyilkosságát. Büszke is lennék rá, de a csata hátra lévő részében a lova mellett remegett, csak egy kislány volt. De ők végre vademberek. Megölt valakit csak azért, hogy meglegyen a föld. Az az eléggé köcsökség, szerintem. Páncélszobor. Ez a király Wardhamnak mégsem volt olyan rossz ízlése. Lehet. Várj! Fent van valami. Azt a... What ghost must come down? Jegyzet felvétel. Új jegyzet hozzáadva. Aha. Szóval szellemként is fel tudom venni ezeket, ezt mondjuk érdemes tudni, mert ezt eddig nem tudtam. Azon kevesek közé tartozom, akik egy hatalmas sámán vérvonalának leszármazottjai. Lehet, hogy nem rendelkezem olyan képességekkel, mint egykor ők, de a természethez való hozzáállásom nem változott. Időbe telt, még felismertem, de van itt egy finom energia, ami áthatja a levegőt, amit belélegzek. A vékony fátyol élet és halál síkjai között ezen a helyen. A szellemek itt szabad
hídon szivárognak át a síkok között. Szinte leírhatatlan, ahogy érzem a jelenlétüket. Tudom, tudni akarom, mit jelent ez az egész. Itt is van egyébként egy ilyen kisebb lyuk. Te ki vagy? K.R.O. Halarm. Szegény Darbim, az erőfeszítésém ellenére sem sikerült megtalálni a gyilkosát. Nyomoztam a halála ügyében, de valami megállított. A mai napig nem tudom, hogy mi lehetett az. Darbi halálán nyomozott. Kérlek, segíts nekem. Elena, nem nyugszom, amíg meg nem találjuk a gyilkosát. Azt hittem, hogy azt fogja mondani, hogy nem nyugszom, még a lábaim előtt nem heverszte cseléd. Azt hittem, ezt fogja mondani, de tökre. Na jó, van, akkor meg kell keresni, hogy ki a gyilkosa. Szerencsétlen nőnek is, egyben, mert már halott. Érdekes. Érdekes az, hogy nem tudok futni se. Aj, hamar rá kell... Mi? Női mellszobor. Kíváncsi vagyok, vajon ki lehet. Darby Halloran. Kilépett a kúriába. Jobban teszed, ha előbb velem beszélsz. Darwin. Férfi mellszobor. Fogalmam sincs, ki lehet ez. Hát valószínűleg ott fenti emberek lehetnek azok. Ó, egy lift. Ez jó lesz. Ez mi? Gramofon. Egy múzeumban lenne a helye. Hát egyébként, ja, elég régi találmány a gramofon. Szóval nem igazán csodálkozok. Várjunk, itt van valaki. Te ki vagy? Ú, jóskember meghalt. Darby Halloran, ó, csak egy kislány, Varham legjobb barátom, itt nem mehetsz át. Ő nem akar meg magad fajtákkal találkozni. A feleségem hajlamosabb rá, hogy kislányokkal vesztegesse az időt. Aha. Milyen érdekes. Találkoztam egy hatalmas emberrel a kúriában. A neve Darby. Furcsa akcentusa van. Írnek hangzik, de nem vagyok benne biztos. Nem beszélünk túl sokat, de említett valamit a Varhamnak valakit, akit Varhamnak hívnak. Szerintem Varham tulajdonosa ennek a kúriának, az iskolában tanultunk róla, ő segítkezett a városunk alapításában. Nem tudom, a Darby miért említette, mert nem tudom sokat róla, még kiabált is velem. Így hát magára hagytam, nem tudom miért ilyen gonosz egy kislánnyal. Aha, szóval Darby? Hú, ez érdekelálja. Willows család. Vártam Marta és Markus. A teljes boldog család. Hát nagyon látszik rajta, hogy annyi a kurva boldogok. Szegény Darbim, az erőfeszítéseim ellenére sem sikerült megtalálnom a gyilkosát. Nyomoztam a halál ügyében, de valami megállított mai napig, nem tudom mi látott az. Darbinak majd van egy gyilkosa. Itt ezért van az, hogy fel meg a legombot kell nyomni. Majd húzára van. Akkor megoldom máshol. Megyünk tovább. Majd biztos valamerre elvisz az út. Vele már beszéltem. Aha, ezért kellett ide, hogy át tudjak sétálni. Világos. Ezt jó tudni egyébként, hamar rá lehet jönni az egyértelmű dolgokra. Szóval megadta magát, és a hely már nem túl biztonságos. Van még valami? Nem igazán. A képek mondjuk érdekesek. Menjünk csak föl. Nézzünk itt körül.
Mozgasd a komódot a space gombbal. Aha. Trúfa szoba kulcs. Mozgasd. Nem meg a bia... Aha. Mi van itt valami? Mert oda nézem, azt úgy lenne itt valami. Bazd meg. Mozgás kom... Csófelszoba kulcs. Hű, egy kulcs olyan finoman karcolva. Aha. Mi van bele karcolva? Trófelszoba kulcs, ez egy szarvas fejjel díszítették. Aha. Szarvas fejű szoba kulcs. Kicsit nehézkes az irányítás, én ezt érzem, nem tudom mennyire ér... Nem tudom, hogy mennyire tudom éreztetni ezt. De azért látványos. Van még egy fönti rész, amit nem tudom, hogy ezzel tudok nyitni. Ezzel tudtam nyitni, jó van, trófa kulcs erre való. Majd egy jegyzet felvétele. Terbió Halarnan. Izgatott vagyok a mai nap miatt, kétségen kívül elutazom a legjobb barátommal, Vartam Vilovszal, a nagy bizonytalan nyugatra. Ott próbálunk szerencsét és merem állítani, sok veszéllyel fogunk szembenézni. Hallottam történeteket vadállatokról és vademberekről, akik ránk várnak. Vartam csak egy úriember, és... nem az én súlycsoportom, ezért kötelességemnek érzem, hogy megvédjem őt a utazásunk során. Nélküle nem tudom, mi lett volna a családommal. Vilovsz munkát, munkát adott nekünk, amikor senki más, amikor senki más tette. Kötelességemnek érzem, hogy megvédjem őt, bármi is történjen. Átvállalok a terheiből. Amennyit csak tudok. Aha. Szóval, barát. Csak röviden, tömören. Aha, és itt van egy másik följárat. Jó lenne, ha felmennél. Köszönöm, kedvesem. Aha, erre nem tudok menni. Nézzünk be akkor ide. Van lent is egy szoba, szóval majd lent is meg körül kell néznem. Róka. Hogy azt hittem mondott valamit? What did you... Ne! What do the fox say? Yeah. Jó, kikább ezt adjuk. Grizzly medve. Te jó ég. Egyébként... Miért kellett egy ilyen achievement? Tényleg ez akkor jött ki, és ez nekem tudod, hogy most esik le. Nyom a space gombot a felvételhez. Új megjegyzés, aha. Jó. John L. Tarn. Élvezem ennek a helynek a rejtélyeit. Olyan sokat kell még tanulnom, és nem történelmi könyvekre és darabokra gondolok, amik csak porfogók. Nem én teljes másról beszélek. Amikor kisfiú voltam, nagyapám arra tanított, hogy kommunikáljak a természettel, hogy ez a legnagyobb spirituális törekvés, ami valaha véghez kell vinnem. Akkor még nem értettem, mire gondol. De az itt töltött idő felnyitotta a szemem. Az öreg bölcs szavainak igazságára. Bevallom, ezek oldalakban olyan dolgokat láttam, amikkel más élő ember nem. Túl merészkedtem a földi nyomorúságon. Na már beszélnem, még nem tudok. Jaj, de jó. Túl merészkedtem a földi nyomorúságon, és... megtaláltam másik oldalt. Visszajöttem, de nem teljesen sértetlenül. Érzem a jeleket a lelkem szövetén, de hogy ez mit jelent, azt még nem tudom. Nem tudom én sem.
Mindestre én most itt felnézek elsőnek. Egy kellett, olyan itt aludt? Hát ki? Várj, itt van valaki. Beszélgetés, ez ki vagy te? Emiko Minami. Te egy japán kis csaj vagy? Jó reggelt, vártam egyik vendége vagyok. Örülök, hogy megismerhettem. Kinnekit kinyírt itt várhám? Milyen jó isten van itt? Aha. Nézzük. Flularu. Remegnek a kezeim, alig tudom a tollat tartani, miközben ezen sorokat írom. Még a tinta tartót is kihagytam párszor. Csak most értem haza életem legcsodálatosabb estéjéről, úgy érzem, ki kell fújnom magam. Vartan Vilovs, a város polgármestere, a leggazdagabb, legbefolyásosabb ember több száz mérföldön keresztül elvitt egy éjszakára a városba. És micsoda éjszaka volt. Titkolózás ellenére még sosem bántak velem uralkodóhoz méltóan. Nem tudtam elhinni egyetlen pillanatát sem, pedig ott voltam. Csodálatos volt, igazi lakomát rendeztünk olyan edényekkel, amit az asztal minden négyzetcentiméterét felfedték. Utána elvitt egy színdarabra. Még sosem voltam előadáson. A fejem még mindig kábult egy kicsit a finom boroktól és izgalmoktól. Igazán romantikus úriember ez a Várhám Vilovs. Remélem hamarosan úgy láthatom, de most pihennem kell, érzem, hogy szívem lassan dobog a mellkasomban. Jézusom, mindenki beleszeret ebbe az emberkébe, hát megőrülök. Jó. Akkor, mindest nem egy vendége volt ennek a kedves úriembernek. Isten mindenkivel volt kedves. Én ezt érzem. Miatt én lemennék, én szeretném megnézni, hogy azért nem nyílt el az ajtó, mert... Ajtózár van? Gondoltam volna. Jó van. Körülnézünk még egyébként. Hát, találok itt valamit. Ami király lehetne. Zárva. Szellemi síkot meglátogatva. Szedd meg a kapcsolót a space gombbal. Úgy érzem egyébként, hogy ezeket a vörös szempárokat kerülnöm kéne, Dembrialba hozzátok élni. Belény szobrocska. Milyen aranyos bölény, úgy hazavinném magammal, hát ne vidd haza. Páran szidnának, nyom meg a Space Hitlet felvételéhez. Oké. Okay. Derbio Halloran. Minden férfi, vártamet beleszámítva, másképp néz rám most. Látom megvetést a arcukon. Tudom, hogy a hátam mögött sugdolóznak rólam. Gyávának neveznek is. Ami még rosszabb, nem mondhatom el. Vártam munkát adott nekem, ami, mint bányafelügyelő, olyan jó munka ez. Mit reméltem? Úgy tűnik, mintha egy kalap alá akarna venni a bevándorlókkal. Még mindig látom a kislányt álmaimban, és arc kifejezést, amit a szembesül vele, mit csinálok. Látom, amikor a városba sétálok, de mégsem ő az. Az elmém játszik velem, és nem tudom, meddig bírom még. Látszik, hogy szenvedek miatta. Felébredek a hajnali órákban, izzadtam verejtékezve,
A szívem hevesen ver, még megvan a ingem arról napról, amikor ruhám alatt hordom, hogy emlékeztessen a bűneimre. Darby úgy látszik, hogy nem volt szent lélek. Könyves polc. Milyen sok régi könyv, vajon miről szólhatnak? Levél. Hé, ez micsoda? Egy levél Varhamtól. Jeremiah titokban küldött egy levelet, szükségem van segítségedre. Valami a 10 levél Jeremiah-nak, jó van, csak hogy tudjam. Van segítségedre, valami a diszkréciódra. Derby O. Halloween a kezem által halt meg, örültsége legyőzte a elméjét. Bár ő volt a legjobb és legrégebbi barátom, képtelen vagyok holttestével foglalkozni. És van egy szoba a koporsóval katakombákban, amiben szeretném, ha belehelyeznéd a testét, majd később meglátogatom. Arra is megkérnélek, hogy tarts jelöletlenül a sírt. Te vagy az egyetlen, akire ezt a feladatot bízhatom. Jeremiah, még egyszer kérném diszkréciót ebben az egyben. Vártam, Willows. Szóval ténylegesen el van eltemették. Akkor találkoztam én ennek a holttestével, szóval tudom, hogy hol van maga a holttest, tudom, hogy hol temették. Mosolyog gázba. Mi? Ja, hogy ajtóban volt, valószínűleg. Szenvedek. Itt nem tud még megölni. Ó, addig jó. It's boost. De jó. Eléggé gúzti. Ó. Ezzel megvan az a bizonyíték, hogy most hol van a test. Nem tudom, hogy érdemes-e jöjjük ki a feleségének odaadni, vagy sem. De mivel ő nyomozott így, szerintem most már halott. Kellene tudni a dolgokat. Kelly O. Halloran. Volt még valaki, aki tudott Varham tetteiről, mielőtt elérte a végzetem? Úgy volt, hogy titokban találkozom vele. Szelmos kamra 4 órakor reggel. Mindent el akart mondani. Aha. De elmegyünk mindjárt a szerszámos kamrához. De előtte. Ajtó zár van. Akkor jól tettem, hogy erre mentem. Nem tudom, hogy... Mit hoztál nekem? Nem, nem! Ez mint hazugság. Hazugság. Hazugságok. Vártam, nem tenne ilyet.
Csak meg... Mérgezd az elmémet ellene. Méreg? Emlékem? Skót viszki ittunk utoljára, de nem számít, miért nem... Hagyd békén. Kopj le, kislány. Hagyj békén. A feleségem Clary a babysitter. Menj, zavard őt, kislány. És akkor így mondja, hogy akkor tudja a felesége, ha van. Nézzük már, akkor mi volt gyakorlatilag ott a szerszámos fészerben, az volt éppen a szerszámos fészer. Érdekelne. Leszkázok abban, kíváncsi vagyok, hogy nézted ki az fénykorában. Itt van a szerszámos fészer. Jó meg a space óra használatához. Jó meg a bal vagy a jobb gombot, hogy beállítsd az órát, az időt. Basszus. Ezek a miniméterek! Gyerekek! Aha. Reggel 4 óra. Nem tudom beállítani. Ja, hogy elég lett volna ennyi. Jeremiah Moad. Nem szabadna elmondanom, de Varham úr egyik este a segítségemet kérte. Ástam egy sírt Derby úrnak. Eddig titkoltam, de nem tudtam tovább magamban tartani. Eltemettem a katakombák mélyén egy zárt szobában. Téd lehet a szoba kulcsa, csak tisztára akarom mosni a kezem örökké. Zárt szoba. Véres kulcs. Véres kulcs. Jó van. Én csak nem hiszem el. Az az ember, Vartham, ő és Derby legjobb barátok voltak, és ő mégis megölte a szegény Halloran urat. Miért? Miért tenne ilyet? Legjobb barátok voltak. Az iskolában soha nem említették, hogy gyilkos volt. Csak legszebb dolgokat mondták. Hogy segített megszabadítani ezt a vad földet, és neki köszönhetjük a városunk létezését. Már nem tudom, mit higgyek. Nem tudom, hogy ez egyetlen. Akkor most le kell mennem a katakombákba. Ami... Passz, nem tudom, hogy hol van. Erre kell lennie, igaz? Kertbe. Azt hiszem, kertbe kell belül lennie. Várja, itt van valami. Te ki a fasz vagy? Nyom space-t. Égi virág. Látod a fehér férfiakat? Virágot szedek nekik. Repülő sólyom szerint békésnek kell lennünk. Ja, na béke néha elég ki. Hálátlan egy dög. Pad. Azt nem sír. Meglepődtem, azért álltam meg. De úgy szökik, mert jó ez. Vissza a katakombákba. Volt egy... Tízes koporsó. Valaki nagyon szeretett ezt az embert. Biztos. A
Valahol itt kell lennie. Egy koporsónak. Ajaj. A csontcsitkulásos jó istenített. Jó van. Keres meg, de azt sem tudom, merre kéne mennem. Láda. Nem nézel vele még? Azt említették, hogy van itt egy koporsó, nem? A katakombákba. Lyuk a falon. Mi okozhatta ezt? Na igazából ez is egy jó kérdés, csak nem akartam ezt a választ hallani. Vagy bármit hozzá. Vara Magen koporsója. Ripvillov igazgató. Valaki? Nem. Itt fixben nincsen senki. És semmi. Bocsánat, épp ki az egér miatt. Mennyi ez a trepedés? Aha. Úrna. Nagyapám ilyenben van. Hát, ja. Egy azért ne egyél negatív, légy szíves. Lent vannak sírok. Gyere, milyen mód koporsója ez. A koporsó úgy néz ki, mintha sietve csinálták volna. Azt hittem ez lesz az. Vagy lehet, hogy nem kellett volna ide lejönni, csak akkor meg nincs értelme. Kaptam valami ezek kulcsot, de én nem emlékszem, hogy itt lett volna egy olyan ajtó is, ahol meg kell nézni. Véres kulcs. Warfold kulcs. Nem tudom, kinek vére lehet. Vérfoltos kulcs. Véres kulcs. Ó. Véres kulcs. És költült a véres kulcssal. Megvan. Ó, baszod. Véres ing. Tessék megnézni már, hogy gyermi ott nincs semmi. Véres ing. Istenem. Ez az ing teljesen véres. Véres ing. Véres ing. A vér az a ingen. Nem lehet apámé túl régi. Jó van, most hogy megvan egyébként ez a véres inges cucc. Attól még nem tudom merre kell mennem, szóval... Kicsit azért lehetne bővebb az információ osztogatásban a játék, ezt így... Hiányolom. Hiányolom. Picit. Nem pokolian, csak annyira, hogy nem tudom, hogy kinek kéne ezt adnom. Arra mi van? Semmi. Értem. És nincs semmi több dolog, amit le kéne mennem. Kapu van.
Az ingem mindig rajtam volt azóta a nap óta a mészárlás napján. Te mit csinálsz vele? Olyan vagy, mint egy kislány a kertben, mindig ő emlékeztet a múltra. Toprongyos maradványok. A szavak nem adják vissza érzéseim, olyan reménytelennek érzem magam, minden, amit múltukról megtudtam, szörnyű és származásunk, ha innen jöttünk, hogy remélhetnénk, hogy mi jobban leszünk. Nemzedékeken át önző módon öltünk egymást, és most nincs más kép, de kell, hogy legyen valaki jobb ennél egésznél, muszáj, meg kell fogom találni, és ha még nem létezik, majd én létrehozom. Hú, hát kezd egy kicsit zavaró lenni. Egy kettő zavarbejtő mondat van. Volt még valaki, aki tudott várnám... 4 órakor reggel. Beállítottam akkor azt 4 órára, az megvolt, az jó volt, minden oké volt. Így kíváncsi vagyok, vajon ki lehet, gondolom izé, keves család, aki itt van képen. Szóval vissza kell mennem ahhoz a kislányhoz. Lógúrnő, te jó ég, elég hideg volt utóbbi időben. Kérem, vegye fel a kabátom, egy ilyen hölgynek, mint maga, nem kell megfáznia. Micsoda úriember, nagyon köszönöm, uram. Ó, biztosítatom, kisasszony, részemről az öröm. Mi a francok vagytok ti, és mit kerestek itt? Oké. Okay. Megállítottam, hogy megnézzük, hogy ezek a szellemek kicsodák, mert halvány fogalmam nincs. Nem. Ez itt a... Nem tudom mivel levágni, szóval nem erre megyek. Itt volt azt hiszem a kislány szellem. Kislány szellem! Szia kislány szellem! Ó, találkoztál már a fehér emberrel? Segíts virágot szedni neki. Még 3 virágra van szükségem, hogy befejezzem a csokromat. Aha. Ki is nyitották ezt is. Oké. Szárnyaló csokrok. Ezen a sivár helyen itt létem alatt végre találkoztam egy kislányjal, aki tényleg boldog. Ő a legaranyosabb, nagyon kedvelem, talán még repülősúlyomnál is jobban. Elszomorít, de ő nem hiszem, hogy tudja, hogy meghalt. Égvirágnak hívják, és azt mondja, virágokkal gyűjt a fehérek férfiaknak. Bárcsak itt lenne anya és apa, kislányként én is virágot szedtem, mint égi virág. Talán segítek neki virágokat szedni. Lehet felvidítana egy kicsit. Kislányok, virágszedés, legjobb szórakozás ever. Aha. Hát várjál! Szellem alatt. Bár egy pillanatot. Ezt a olvas kelsőnek. Egyébként baromi sok szöveg van. Meglepően sok. Kezeim remegnek, miközben írok. Ez
A nap volt életem legrosszabb napja, elmentünk meglátogatni a vadembereket, hogy kiderítsük, mely pletykák igazak és melyek hamisak. Néhányan azt mondták, hogy erőszakos népek, még mások azt állították, hogy békések. Nem tudom megmondani, melyik igaz. A sámán sátra előtt várunk, még Varham bent tanácskozik. Más volt, amikor kijött. Nem tudom, mit éreztem benne, de megváltozott. Azt mondta az embereknek, hogy öljenek meg mindenkit, ők pedig vigyorral az arcukon vágtattak. Itt maradtam. Egy kislány szaladt felénk, kezében virágokkal. Ő mondta, hogy tegyem meg. Azt mondta, ha felnő megöli a fiaimat álmunkban. De nem tudtam rávenni magam, hogy lelőjem. Túl közel került a puskámhoz. Majd kiabált velem, hogy legyek férfi és tegyem meg. Felemeltem a fegyverem és rá céloztam. A földre esett és láttam, ahogy meghalt. Oda sétáltam a lovamhoz és rosszul lettem. Kimaradtam a harcból. Baszki. Szóval Derby is magában kivette a részét valamennyire, de ő ölte meg ezt a kislányt. Bazd meg. Az mennyi azért úgy problematikás szokott lenni az embereknél, hogy mit hogy csináljanak, de Azért kicsit én is sajnálom Derbyt most ilyen helyzetben. Emlékmű. Mi ez a dolog? Egy harang? Talán egy kalap? Nem tudom. Nyomok a space-t, minél nyilvánosan. Aha, egy pillanat. Megnézzük egyébként balra is, hogy mi van, jó? Semmi! Megérte. Nagyon is megérte. Jó, akkor megyünk tovább erre. Igaz? Igaz. Igaz. Jó van, mentés. Fuchsia virág. Milyen szép virág. Fuchsia virág. Fuchsia virág, az egyik virág, amit égi virágnak szedtem. Te ki vagy? Nem a legvidámabb. Humbert Mann, az egyetlen jó dolog a halálomban, hogy mindenki jó kedved van. Hogy mindig jó kedved van. Mert háttal van a fejed, vagy... Most kicsit kiakasztó. Egy-kettő ilyen szellem tényleg az. Jó. Három virágot kell szednünk. Ó, te ki vagy? Férfi Melszoba. Férfi Melszoba egy kissé vicces, nem? Szerintem nem. Ajtózár van? Átmenni a nyilvánosan. Aha. Akkor át kell mennem. Ez mi? Kertkulcs. Nézd ezt a virágos dolgot. Kertkulcs. Bocsánat, hogy ezt képet nyomtam. Kerti kulcs.
Egy kulcskerthez van rajta egy virág. Értem, szóval megtaláltam a kert kulcsát. Több is bokor. Egy állattán akadálytalanul át tudna menni, de én biztos nem. Ettől át ezek a tövéseken, nem tudom elolvasni, mert baromi hosszú a szöveg, és ha már elmegy. De nem hiszem, hogy nekem menne. Szóval ide is vissza kell jönni, csak le kell ezeket vágni. Valami vágószerszám majd kellene fog nekem. Oké, még van ez a rész, ezt sem néztem meg. Gondoltam, hogy lesz itt még valami. Oké. Derbio Hallarannak a 5. feljegyzése. Annak a lánynak a képe még mindig kísért. Úgy érzem, vigaszt kell találnom a tetteimben. Kvanta Kó után kutattam, kerestem bárkit, aki túlélhette a mészárlást. Találtam néhány túlélőt, de Vartham nem tud róluk. Sosem tudhatja meg, hogy életben vannak. Nem tudom, mit tenne, ha tudomást szerezne róluk. Ők egy szabad csoport, és azok is maradnak. Leborultam előttük, csábítva büntetésem vétkeim miatt. De ők hallani sem akartak róla. Ehelyett megengedték, hogy megismerjem őket. A kislány, akit megöltem, égvirágnak hívták. Nem tudom miért, de úgy, hogy tudom a nevét, megnyugodtam. Ha látom az álmaimban, már így szólítom. Ennyi durván traumát okozott, hogy öltél? Te mi csodálkozok, csak úgy érdekes. Jó van. Van most egy kertkulcsunk, ami valószínűleg majd jó lesz az előző szobában. Előző helyiségben lévő helyez ide. A kertkulcsot felhasználtam. Nézd ki, mint valami istennő. Aha. Ez mondjuk jó. Nézzünk be ide. Trombitáló szobrok. Ezek a szobrok egymásnak játszanak. Milyen ügyes. Törött szobor. Vajon hogy törhetett el a szobor, amikor többi még sértetlen áll? Nem tudom. De itt átváltok szellemmódra, mert itt meg át lehet jönni. Ezt tett a lila virágot elvisszük, ahova kell. Várjunk egyébként. Nem. Föntre egyáltalán nem lehet vinni, mert nem mozog fölfele a kamera. Még keresett egy ideje. Aha. Téged kerestelek. Te mi vagy? Lila virág. Az egyik virág, amit égi virágnak szeretnék odaadni. Hogy ő oda tudja adni a fehér embernek. Jézusom. Rész? Vartan Willows. Nagy gödröket ástunk, hogy megszabaduljunk a barbárok hulláitól. Civilizáltan emberek nem érdemelnek civilizált sírokat. Az áruló sámán számára azonban különleges sírhelyet tartottam. Hagytam, hogy a teste a napon rohadjon. Miközben a kutat ástunk, olyan mélyre temettem el, ahova még a férgek sem érték el.
csak három embert veszítettünk el a támadásban, amit bármelyik hadnagy elfogadhatónak tartana. Az egyik munkavállaló átesett a földön, amikor hátra húzott egy rakományt, megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy egy gödörbe esett, ami a föld alatt barlangok sorozatához vezetett. Úgy döntöttem, hogy ott temetjük el a halottakat, és mauzeumként fogjuk használni a birtokomon. Az én drága Martámnak egy nagy koporsót építettem a katakombák bejáratához, hogy bármikor könnyen meglátogathassam. A barlang falai valószínűleg nemes fém teléreket tartalmaznak, és ezt bányászat alapján fogjuk tudni használni. Ez jó szerencsém kezdete lehet. Szóval vártam, ezt csináltam. Ú, de jó. Elmél a szülőkön. Aha, mindjárt még a szülőkön. Elmélyek a szülőkön. Bárcsak lenne nálam valami, amivel kivághatnám ezeket a szülőket, valami kést, vagy metszóló, bármi, adjatok. Ide a kezembe. Annyira bevegyünk itt a súsnyásba, és egy kicsit nehéz itt már valamennyire orientálódni. Ez a szép szó. Derbio Halloran minden gondolat ellenére sikőt találnom magamnak egy nőt, Clary a neve, és szerintem ő a legszebb lány a városban. Ő is Írországból jött, mint én, és amikor találkoztunk, tudtuk ezt szerelem. Múlt kedden házasodtunk össze, és nem is lehetnénk boldogabbak, így együtt. Tudom múltamról, és átsegít éjszaka a rémálmaimon. Átölel, és azt mondja, minden rendben lesz. Nem tudom, mihez kezdenék nélküle, ő az életem értelme. De várjunk már! Most esik le, hogy nem tudok sehova menni. És a szellem át tud rajta menni? Nem, mi? Szőlőt nem tudom átvágni. Várjunk, és ott nem volt még valami útvonal? Hát ez így nagyon gáz, mert két virágom van, igaz? Aha, két virágom van. Levél, egy levél vártam, és Jeremy-en maradnak. Aha. Nem igazán vágom, hogy innen hova-tova. Betűvel akarok nyitni ajtókat, azért nyomom meg nagyon sokszor az e betűt. Én tényleg nem látom egy a továbbjutási útvonal lehetőségét, hogy ilyen blokk nincs. Itt más.
Hát, hogy ilyen nehéz legyen virágot szedni. Állat. Azt gondolsz, hogy milyen állatra gondol a főhős, ami elmászhatna ott. Na mindegy. Akkor ez nem jó útvonal. Nehéz, mert nem tudom, hogy... hova kéne mennem. Találkoztam én egyáltalán kutyával, vagy macskával, vagy bármilyen állattal? És ezzel gondolkozok te nagyon. Várjál, én a másikra, a távolira elmentem. Nem hiszem. De... aha. Már lassan a kiárat, aha. Kiárat. Akkor van valahol egy kutya, vagy egy macska, bármi. Találtál virágot? Miért nem gyűjtesz többet a csokoromhoz? Bocsi kislány, de nem találok többet. Pad, most nincs időm pihenni. Hát, biztos. Várjál el. Ilyen nagyhatalmúan lehet repülni. Nem találok többet. Olyan, mintha kihagytam volna valamit, vagy mintha kellene még valami. Nem tudom mi. Te itt vagy? Mi az? Te ki vagy? Tényleg te ki vagy? Holmes altiszt. Megpróbáltam elvinni a lányomat a üreg Vilops konzervatóriumba, de nem tudtam elvágni az indákat. Milyen indákat? Jó gondoltam. Üvegházban van valószínűleg valami vágóeszköz szerintem. Csak nem tudjuk elvágni az indákat. Egyszerűen nem tudok ezzel mit csinálni. Valamit találnom kell, amivel el tudom vágni az indákat. Leg Reverse. Őszintén bevallom, meg vagyok döbbenve, úgy érzem, mintha ezer éve várnék egy üzleti megbeszélésre Willows úrral. A nap itt olyan fényes és meleg, lehet szundítok egyet. Nem tudom. Nem tudom, hogy milyen állatot kéne kerestem, vagy hogy hol találok én állatot. Fogadok pár egyébként, akik végigvitték a játékot, azt vágják, de én nem vágom, hogy itt mit kell csinálnom. Aj. De stált vágó szerszámot, akkor én hogy találjak? Hmm.
Reménykedek, hogy itt lesz valami. Ez mosdó. Repülsöm, holteste sosem volt itt. Hát, nagyszerű. Nem tudom. Szaladtam lévő szobába, be lehet jutni, csak-csak. Be. Aha. Lehet, hogy én már itt voltam. Ezt valószínűleg tartom. Ú, de nagyon-nagyon nem vágom, hogy merre kéne mennem. Ennyire. Ú, baszki. Hát szellemet keresek. Szellem. Látnék valakit, de komolyan. Aki úgy tudna segíteni. Mert úgy érzem, hogy tényleg valahol itt kellene egy szellemnek. Vagy itt, vagy van más képletben. Aki segített nekem. Mert most ilyen helyzetben én meg vagyok fosztva mindentől. Minden lehetőségemtől. Én ezt úgy érzem. Lehetséges, hogy van baszott egyszerű dolgot kellene csinálni, mondjuk visszamenni a csávóhoz, meg a feleségéhez, aki promotkát nyújtak, mert velük eléggé régen beszéltem. A csajnak eléggé félelmetes lehet egyébként járkálgatni, belegondolva. Nem tudom, szóval ilyen érdekes. Az inge... jó van, benne beszéltem. Az ingre mit mond a csaj? Az érdekelne. Hogy összedegyek, halvány a fogalmam nincs, hogy mit kell csinálnom és hogy. Szóval... én szerintem megnézek most gyorsan valamit. És akkor úgy lehetséges, hogy jobban rá fogunk jönni, hogy merre kell mennem. Mert így egy útvesztő az egész. Rájöttem, hogy mit kell csinálnom. Vagy hogy mit kéne keresnem. És... ezt a játék nem említette, szóval kivált képpen most a információ hiányában én megnéztem, hogy mit kell csinálnom, vagy mit is kéne keresnem. Hála a jó Istennek, van egy magyar kommentáros végigjátszás megkezdése,
ami nem ebbe fejezve, jól emlékszem. Gyakorlatilag itt lesz majd egy szobor, egy mellszobor, ami gyakorlatilag kelleni fog nekem. És hogy sétálok, elméletileg találnom kéne valahol, nem erre, találnom kell majd valahol egy emberkét, itt. Igen, hát eléggé lent van. Ez egy kutya. Bufford a kutya. Wuff wuff. Buffordot követni kell. És... Bufford. Wuff wuff. Ez a rész csak ezért nehéz, basszus, mert egy rohadt kutyát kell követni. Számomra legalábbis, én elsőség nem vettem ezt így észre, mert nem is igazán próbált ezt nagyon feltüntetni a játék. Uff, uff. Oké. Szóval van kutya szellem is. Ha már van kislány szellem, de én kutya szellem is. Nyomsz pénzt álláshoz. Na, most jön a paradisz. Bíbor virág. Nézzük meg. Csokor. Csokor, amit égvirággal együtt készítettünk. Világos, de ki vagy te, aki engemet ijesztegetsz? Beszélgetés. Marty Simmons. Hát, én vagyok Marty Simmons. Látom, megtaláltad a kutyámat, Bruffordot. Igen, megtaláltam a kutyádat, Bruffordot. Hogy nézel ki egyébként? Eléggé. Alulöltözöttem. Nagyon fasz egyébként, olyan hamar nem lehet rájönni itt a dolgokra. Nekem ennyi a fő problematikám. Mindestre megvan most már a virág, szóval most már vissza kéne tudnom menni. Onda, ahonnan jöttem, szóval... Az anyátok! Hát mindenre föl voltam készülve, de erre nem. Na azért, a köcsökség az... Jó van. Látás. Aha. Eléggé meglepett itt a cucc, hogy így hirtelen jönnek ezek a bokor lények, és váltni urajzódnak ki. Főleg az arcuk lepett meg, para volt. Flower power. Aha. Beszélgessünk. Most már megvan a csokorunk, vigyük el a fehér embernek. Tudom, hogy ez majd felvidítja. Hát reménykedjünk. Jaj. Vihar a kertben. Vagy kert a viharban. Aha. Darbio halálra
Kicsi leány, köszönöm szépen az ajándékot, el sem tudom mondani, mennyire sajnálom, amit történt. Nem érdemlem meg a kedvességedet, megbocsátásodat. Köszönöm, Elena. Egyelőre viszlát. Mi? Mit akarsz ezzel mondani? Megöltük őket, Elena. Mind megöltük! És én vagyok a legrosszabb közülük. Betörtem annak a kislánynak a fejét puskámmal. Varham adta ki a parancsot. De ez nem mentség arra, amit tettem. Nem harcolok többé érte. A lelkem tüzes pokolba kárhozott, de már megbékeltem vele. Gyerünk, Elena, kezd meg apádat, ha pedig megtaláltad, fogd jó összorosan. Viszlát, Derby, remélem vigaszra lász. Új jegyzet. Először repülő sólyom hagy el, most meg az égi virág és Mr. O. Holland is. Épp mikor kezdtem megkedvelni, én is végül kiderült, hogy egy rendezett és jó ember, mindazok ellenére, amit életében tett. Örülök neki az égi virág és égi virágnak, és túl sokáig voltak távol világoktól, itt volt ideje, hogy mindketten hazatérjenek. Még a feleségével akarok tárgyalni, mert ő ugyebár azzal van kiakadva, hogy vele mi történt. Hogy tud-e valaki még ugyebár, amit tett Derby. És hát ő is megnyugszik, tudja, hogy mi történt a feleségével. Nem. Ezzel nem tudok semmit csinálni, hát van az így. Akkor úgy látszik, aztán kell a liftet. Még ha... Na, menj már le. Még ha... eléggé para. Így minden. Nézzük. Harmadik fejezet. Voltam asszonya. És hát akkor a következő fejezetben majd folytatjuk. Én ennyit szántam most a másodikra, és baromi hosszú lett a első az képes szerintem. Főleg, hogy el is tévedtem benne, mert nem tudtam, hogy a kutyát kell követni. Na mindegy, a harmadik fejezet remélhetőleg ilyen fasságokat nem tartalmaz, mert eddig az első az tetszett. Most reménykedjünk, hogy a harmadik az jó lesz, és az asszonya Varhamnak azért kedvesebb lesz, mint bárki más.